szeressük az ünnepélyünket. Megkérem kedves vendégeinket, hogy szíveskedjenek a kordon mögé állni, hogy megkezdhessük ünnepélyünket. Köszöntöm iskolánk Balagás ünnepélyén a 4. diákokat, iskolánk igazgatóját, a 4. diákok osztályfőnökeit és kedves vendégeinket. Hallgassuk meg Kós Judit 4. C-osztályos tanulót, aki a Balagó diákok nevében búcsúzik. Kedves vendégeink! Szeretnék néhány szóval elbúcsúzni az iskolától, tanárainktól, diáktársainktól. Most, hogy itt állunk diákcsoprokkal, kosztümökben, meghatódva, sokunk előtt leperegnek a 4 év kellemes és kevésbé kellemes emlékei. A gólyatábori megismerkedés, az első osztályban szerzett tapasztalatok, szigorú és még szigorúbb tanáraink, a váratlanul érzőbb dolgozatok. Tanáraink jöttek, mentek, kevés tartott közöttünk 4 évig. Mégis ki ne emlékezne Bánki tanár úr kémia óráira, az osztályfőnökök velünk való harcaira, melyek nem mindig kölcsönös egyetértéssel zárultak. De utólag be kell valljuk, nem biztos, hogy mindig nekünk volt igazunk. Kellemes visszagondolni a sportnapokra, melyeket rendszerint elvert az eső, éppen ezért elég sokat jártunk moziba. Szerettük a közös osztálykarácsonyokat, osztálykirándulásokat, és természetesen mindig vártuk a szüneteket. Most, hogy vége a rendszeres iskolába járásnak, lezárult egy fejezet az életünkben. Kicsit izgulunk, és egy kicsit reménykedünk. Végezetül szeretném megköszönni a 4-esek nevében a szüleink segítségét, tanáraink türelmét. Nélkülük nem állhatnánk itt. Nem szeretnénk véglegesen elbúcsúzni, mert az alma materhez, a régi iskolához minden diák élete végéig kötődik és visszajár. Köszönöm. Kérem iskolák igazgatóját, dr. Horány István, mondja el önnek köszöntőjét. Kedves Balagó diákok, vendégeink, szülők, tisztelt hozzátartozók. Bölcsek azt mondják, hogy az ember élete 2 részből áll. Az első részében reménykedik a boldog jövőben, a második részében pedig bánkódik az elkövetett hibák felett. A két időszak között pedig nem sok ideje marad a csendes boldogság élvezetére. Így tartják a bölcsek, és a bölcsek szerint ma kezdődhetne szakasza annak életünknek, amelyben megkezdhetnénk a bánkódást erényeink, hibáink felett. Búcsúzunk tőletek, és ti búcsúztok az iskolától. Ez öröm, boldogság, mert végére éltetek életetek egy szakaszának, de fel kell tenni a kérdést, hogy vajon ez-e a boldogság. Ez a nap adhat-e számotokra megnyugvást, reményt egy hasznos, szép jövőhöz. Azt hiszem, számotokra az jelenthet megnyugvást, boldogságot, hitet a jövőben, ha tudjátok, hogy mi iskola, mi az iskola, és tanárok, szüleitek, egyet akartunk. Hogy legyetek biztosak a jövőben. Legyenek határozott
hosszú távú céljaitok. Megszerezzétek azt a tudást és azt a képességet, amellyel az életben mindannyian elboldogulhattok. Eligazítani akartunk titeket jól és rosszul. Hogy sikerült-e, azt majd ti fogjátok igazán nekünk bebizonyítani. Azt követően a szóbeli, felvételi és a munkahelyi megmérettetéseket. Ez a feladat egyúttal egy nagy felelősséggel is jár. És lesznek köztetek olyanok, akik minden akadályt simán vesznek, és lesznek olyanok, akik számára a megmérettetés, küzdelem sokszor nagyon nehéz lesz. Kedves negyedik osztályosok, búcsúzó ballagó diákjaink. Búcsúzó búcsúztatóként tudom, még igazán ma senki se fogja fel annak a hiányát, ami már életetekből a mai nappal végérvényesen eltűnik. Csengőszó, a tanárok által kiváltott izgalmat, lépcsőházi sorbanállás a lejjebb és feljebb kerülésre, eltűnnek, hogy mindörökre az emlékezetetekben maradjanak, és tudjátok, hogy ez az iskola mindenkit visszavár. Ez az iskola nem felejt. Az iskola poros irattárában ott rejtőznek majd mindegyikőtök életének egy-egy darabjai, dokumentumai. Búcsúzunk tőletek, búcsúzunk azoktól a tanítványainktól, akik az iskola hírét a világban szerte vitték és viszik. Búcsúzunk azoktól, akik a 4 év folyamán is oly magasra emelt mércével teljesítettek, hogy országos szakmai tanulmányi versenyeket nyertek, Horváth Mihály versenyeken vettek részt, iskolai rendezvényeken szerepeltek sikerrel. Az iskola nevében is szeretném megköszönni szüleitek, barátaitok segítségét. És azt is, hogy közösen velünk együtt az iskolával hittek abban, hogy ti jobbra, szebbre vagytok érdemesek. Búcsúzunk tőletek azzal, amit az ember legmeghittebb barátainak mond. Isten veletek, viszontlátásra! És most kérem a 4-es diákokat a koszorúzásra. Forduljatok erre is!
Nem úgy voltam készülve, én azt hittem, hogy itt lesz kocsma is. Azt hozzad ezt, legalább vegyis. Na, vihetek át olyan kávésporomban neki. Hozzad, hozzad ezt, ki azt mondja. Műanyag, figyelj, műanyag. Jó, egy olyan. Mert mondom egy 20 darabot aztán. Megnézem, mennyi szerintem. Úgy is el lesz dobva, ugye? Nem tőle. Húzd már a géphoz kívani, ezt tudom. Nagyon. Yeah.
emlékezetessé tegyük számotokra a mai napot. Megtöltöttük útravalóval, valamú terítjátokat, virágokkal díszítettük fel az iskolát, és egy kis műsorra is készültünk a mai napra. Ma reggel a Kossuth téren ti már elköszöntetek. Megkoszorúztátok iskolát névadójának szobrát, és az igazgató is elbúcsúzott tőletek. Kedves búcsúzva negyedikesen! Nehéz, és ugyanakkor boldog ez a mai nap számotokra. Valami megváltozik, valami más lesz az életetekben. Holnap már az a nap, amikor szorongva először léptetek be az iskola kapuján. Szinte észrevétlenül leszek tényleg. Most néhány nap múlva itt az érettségi. Aztán felvételizte néhány egyetemre, mások főiskolára, és van, aki dolgozni meg. Így nagyon távol kerültök egymástól, a kedves, jól hangzokon és szeretett társaságban. Jönnek a fogadkozások, majd leveletünk, persze tartjuk a kapcsolatot. De új barátaitok lesznek, megváltozik az érdeklődési töltök, és a régi osztálytársakat soha nem maradnak a jövő feléletetőnkről. Ám társaságban boldogan meséltek a jó és a rossz középiskolás emlékeket, az osztálykirándulásokról, és mindarról, amihez az iskolához fűzt benneteket. Vörös Marti Mihály, búcsúzik. Mit mondja, mit nem mondja, mit hattalak. De még, és egy ötöltünk már négyre van szívünk. Szerintem arcadra nem értetünk, és fájunk fog, ha rám, csak emlékeztetünk. Kísérj a szerencse, ha menjünk rá, legtöbb reményeknek serejünkre. Találd fel, ami annyit szépen csak érünk, a legtöbb földi ülőt, szerencsét. Vörös Marti Mihály, késő vár. Túl ifjúságon, túl égő vágyimon, melyeknek mosohám, keserzsék nyomdokám. Túl a reményeken, melyekre hidegen, éhülő, szenvedő, csalódás olyan több. Túl a szív életén, nyugodtan érvelén, mint sors, s az évadon, az őszi szép napot. De hogy megláttalak, szép napvilágomat, kívántam újul a már eltűnt koromat. Kívántam mind, amit ábrázos álmai, az édes váratot, mely annyi kék adott, a kínvakult gyönyör, mely annyitól jövőt. Hiába hatalom, ifjúság kevette van az élet tengerén, reméli oly nehéz a kornak alkonyán, szeretni tilt az ég, lefűt remény után. Most az igazgatóit szeretnék összeműre megjegyzőt. Kedves, most már az iskolán, iskola tantermeim, számítógéptermekben, és minden folyosó, minden lépcső végén, vallagot ilyenkedni. Kedves osztályfőnök, lenni szót a búcsúzáshoz már elmondtam. Azt hiszem, amit mi tudni adtunk és akartunk, az a most már nektek kell élnetek, és azt most már nektek kell szeretnetek. Tantermekben, és minden gratulációban egy szép, hasznos útmutatót is kaptatok. Ezzel mindenki úgy éljen, ahogy tud. Én is kaptam tőletek, és ezt szeretném elmondani. Minden embernek a lelkében dalban, a saját lelkét hallja minden dalban. S akinek szép a lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek. Ilyen szép volt. Sok sikert, jó egészséget, boldogságot kívánok. Szeretném köszönteni a negyedikes osztályfőnököket, és megköszönni nekik, hogy négy éven át segítettek, támogatottak.
tartozott